Jó estét kívánok! Az állami gondozásban, de különböző településeken élő gyermekek eltölthetnek egy-egy hetet évente a vértestvérükkel az agárdi táborban. Ebbe az élménydús programba nyerhettünk betekintést, tartsanak velünk, erről lesz szó a következő műsorban. Kicsik lógatják a botot az agárdi parton, a Vigyázókész Gyermekvédelmi Egyesület idei táborában olyan vérszerinti államilag gondozott testvérek üdülnek együtt, akiket az élet elsodort egymás mellől. Az egyesület legvártabb eseményének több jelentősége is van, mint amit elsőként gondolnánk. Az egyesületet 1999-ben alapítottuk. Abból a célból, hogy a csecsemő otthonban láttuk, hogy milyen sok olyan gyerek van, aki nem a saját családjában él, magyarul állami gondozott. Aztán 10 taggal, ismerősökkel, barátokkal alakítottuk, jelenleg 26 tagja van az egyesületnek, és 70 önkéntese. Az egyesület honlapján, ami a vigyázókész.hu, meg lehet nézni 2003-tól, hogy milyen programokat csinálunk. A legnagyobb programunk, ami most már 21. alkalommal, az a testvéreknek a találkozásának a szervezése, illetve a testvértábor. Ők más-más ellátási helyen nevelkednek, gyermekotthonban, hogyha fogyatékkal él, akkor speciális otthonban, illetve nevelőszülőknél. Az idén első alkalommal van olyan gyerekünk is, akinek mind a két szüleje állami gondozott volt, fogyatékosok is, de egészséges gyermekük született, és még sose volt táborban, már 9-10 éves a gyermek, és most van először velünk táborban. Ritkán találkozhatnak a testvérek, és ez jó alkalom arra, hogy egy hetet együtt töltsenek. Egy szobában vannak a testvérek, ezért megismerik azt, hogy ki milyen rendszerető, mit együtt étkezünk, tehát mi az, amit szeret, mi az, amit mennyire eszik kulturáltan. Bizony van olyan gyerekünk, aki nem tud még 10 év felett sem kulturáltan enni, úgyhogy most tanuljuk. Vannak olyan segítőink, akik volt állami gondozottak. Ők is voltak valaha a 2000-es évek elején nálunk testvértáborban, továbbra is tartjuk velük a kapcsolatot, és hát most az a szerencsés helyzetünk van, nagyon ritka az, aki egyetemet, főiskolást végzett állami gondozott fiatal, de itt most a segítőnk mind a kettő ilyen végzettséggel bír, önállóan él, van családja, tehát helyt áll, nem szólul az állam segítségére, ez úgy gondolom, hogy ez lenne a cél. Az egyesület nem engedi el a kezét azoknak az embereknek se, akik már kiléptek a nagybetűs életbe. Egy kis ételért, ruháért, de akár csak egy jó tanácsért is visszatérhetnek az egyesülethez. Saját családjukon kívül nevelkedő gyerekeket segítjük 0-tól 21 éves korig. Ez annyiban módosult, hogy most már 30 éves korig is kitoljuk, vagy még fölötte is, mert például tavaly talán a nézők közül sokan tudják, hogy triple esküvőt is szerveztünk. Olyan volt állami gondozott pároknak, akik már született gyerekük, de nem gondoltak arra, hogy meg kéne házasodniuk hivatalosan, illetve úgy gondolták, hogy az olyan sokba kerül, hogy ők azt nem tudják megoldani. Így aztán kitoltuk az életkort. Hát kísérjük őket folyamatosan, mert sokszor kerülnek olyan helyzetbe, ami, ha nincs család, akkor nagyon nehezen oldják meg, vagy sokan le is csúsznak, például hajléktalanok lesznek. Mindenki életében szerintem volt már olyan, vagy az ismeretségi körében, hogy munkanélküli lett, vagy hosszabban beteg lett. És bizony, ha nem tudjuk az albéletet fizetni, és nem tudunk dolgozni, akkor nagyon sok vál, és ha nincs senki olyan ismerősünk, rokonunk, akihez segítségért tudnánk fordulni, akkor nagyon nehéz helyzetben vannak. Ha igénylik, akkor az egyesület továbbra is segít, vannak fogadóóráink is, hogy személyesen tudunk találkozni, havonta 2-3 alkalommal, de a legtöbb az a világhálón érkezik, illetve visszahívót kap az egyesület, és hát majdnem napi kapcsolatban vagyunk valakikkel. Bizony van olyan, hogy elfogy a pénzük, és nem tud családos emberek, és nagyon nem tudnak az étkezés
gyerekhez alapanyagot biztosítani. Vagy például van olyan, aki nem is tud főzni, hogy felhív, hogy hogy kell rántást csinálni. Vagy óvodába megy a gyerek, és akkor hát nincs olyan cipője, ruhája, illetve ez az a legutóbbi időben volt többször, hogy olyan magasak a gyógyszerárak, hogy nem tudják kiváltani a gyógyszereket. A tábor legfőbb célja, hogy a testvérek találkozhassanak, megismerhessék egymást, és közös élményekkel léphessenek a felnőtté válás kapujába. Amikor ezt a tábort megálmodták, hogy ide a testvéreket összehívják, akiket elszakított az élet, mi volt az alapgondolat mögötte? Hát, hogy ismerjék meg egymást, először az, hogy tudják, hogy van testvérük. Régebben bizony volt olyan, hogy családfákat alkottunk, mert itt most nem kettes testvérpárokról beszélünk, hanem többes. Tehát az előző években a legtöbb az 9 tagú testvércsokor volt, 6 helyen voltak elhelyezve. Jelenleg a legtöbb az 4-es testvércsokor, és megismerjék egymást, próbáljuk tartani a kapcsolatot is úgy, hogyha az egyesület meg kirándulni, úszni, színházba, ha meg tudjuk a kísérletet oldani, akkor oda is meghívjuk a testvéreket, hogy akkor találkozzon a közös élmény, illetve ami most már jó példa, ugye most már 21. alkalom után visszatekintve, hogy bizony vannak olyan testvérpárok, akiknek együtt élnek, nagykorukra, tehát már 20 évesek, egy albérletbe laknak, van olyan, hogy együtt vásároltak egy szerény ingatlant, és amikor beteg volt az egyik, akkor segítette a másik. Illetve ha munkanélküli volt, akkor kisegítették egymást. Az lenne a cél, hogy hasznos tagjai legyenek a társadalomnak. Most ez lehet, hogy nagy szó, de a lényeg, hogy ne a hajléktalan ellát, ne a börtönbe kerüljenek. Nagyon sok volt állami gondozott oda kerül, nem nagy bűncselekményekért, hanem ha nincs, akkor bizony hozzányúl olyan dolgokhoz, és most már, ha halmozódik ez a dolog, akkor bizony ezt le is kell ülni. Illetve sokszor nem is tudják, hogy mi az, hogy bűncselekmény, de ezzel is foglalkozik a tábor különben. A hét folyamának köteléképítést az is segíti a testvérek között, hogy rengeteg programon és feladaton keresztül ismerhetik meg egymást. Szombaton jöttünk, szombaton délután, már az étkezés után. Hát az is csapatépítés, hogy egyáltalán egy szobába szeretnének-e menni, mert erőltetni nem lehet. Tehát ha lehetséges, akkor próbáljuk meg az egyszobás közösséget, és utána különböző sorversenyek voltak, de úgy, hogy most mondok egy példát, a zsákba futás az nem volt kötelező mindenkinek, mert azért van itt mozgássérült gyerekünk is, hanem a szobából kiválasztották azt, hogy ki az aki, és akkor ha pontot szerez, ezt írjuk, sőt, van szobatisztasági verseny, ez is egy nagyon jó csapatépítés, mert közösen kell rendet rakni. És mindenki szeretné, hogyha egyre több pontszám kerülne föl, mert hoztunk ajándékokat, és akkor így a pontszerzés után mindenki fog kapni, csak aki a legtöbb pontja van, az választhat először. Tulajdonképpen aztán volt például cseresznyemak köpő versenyünk, ami igen népszerű volt, több kiló cseresznye elfogyott, ott is pontokat lehetett szerezni. Akkor tegnap voltunk sárkányhajózni, az is egy csapatépítő volt. Ma a horgászás tanulás Farkas Rihárd jó voltából. A közegészségügytől is jönnek, és ott majd meg fogjuk ismerni a higiéniás alapszabályokat, mert bizony vannak olyan gyerekek, akik nem igazán tudnak megfelelően kezet mosni, nem igazán a fogmosással is gond van, sőt, a fogamzásgátlással is foglalkozunk. Tehát teljesen a fiúkkal, lányokkal úgy gondolom, hogy van olyan jó kapcsolat köztünk, hogy talán olyan dolgokat is megkérdeznek, amit az iskolában nem. Bence Zoltán nevelőszülők szárnyai alatt nőtt fel, de hamar felismerte, hogy nem mindenki lehet olyan szerencsés, mint ő. Megtalálva magában a segítő hajlamot, szinte rendszeres résztvevője az egyesületi rendezvényeknek. 3 éves koromban kerültem nevelőszülőkhöz, én azóta ott élek, tehát én 13 éve élek nevelőszülőknél, és így 13 vagy 14 évesen kezdtem el így segítőként dolgozni, ugye ugyanígy a gyerekgondozásban lévő gyerekeknél. És hát azért döntöttem így, mert
úgy találtam fontosnak, hogy ezzel én tudom segíteni azokat, akik hasonló sorsban vannak, mint én. Én amióta nevelőszülőknél élek, én egy nagyon jó sorban vagyok, és azt tudom, hogy nem mindenki kapja meg ugyanezt ezeket az esélyeket, és akkor gondoltam, hogy ezen a módon próbálom segíteni, ahogy tudom őket. Volt olyan, amikor műsorvezető voltam egy télapóváron, ugyanennél a gyerek gondozásban lévő gyerekeknél, és igazából körülbelül ennyi, hogy szeretnék segíteni minél többet. Mit gondolsz, mit jelent ezeknek a szétszakított testvéreknek az, hogy most találkozhatnak egymást? Szerintem abszolút egy olyan dolgot, hogy felnőtt korukban majd lesz egy közös téma, amiről tudnak beszélgetni, mivel ők nagyon-nagyon keveset találkoznak, és lesz esélyük arra, hogy majd felnőtt korukban tudják tartani a kapcsolatot, mert ad nekik egy közös gyerekkort. Ezeknek a gyerekeknek sajnos mind testvérként sincsen meg ez a gyerekkor, és szerintem ez egy abszolút egy élményt ad. Az önkénteseknek is vannak sikertörténeteik. Nyerges Mária egykor még maga is csak a tábor alkalmával tudott találkozni testvéreivel, mára viszont a kapcsolat megerősödött, és egy nagy családként élik az életüket. Nekem is van 3 testvérem, és mi is külön voltunk nevelőotthonban, tehát hogy ők voltak egy nevelőotthonban, és én egy másikban, és ez nagyon fontos volt a testvértábor, hogy nyáron találkozzunk, élményeket szerezzünk, és megismerjük egymást. Az első pár alkalom az nagyon különleges volt, mert akkor ismertük jobban meg egymást. És ugyanaz volt a vezetéknevünk, de ezen kívül azért kellett más hasonlóságot is találni. Ez a tábor, ez szerintem nagyon jó, mert nagyon sok időt biztosít arra, tehát hogy egy hetet biztosít arra, hogy a gyerekek vagy a testvérek együtt legyenek. Mi 4 vagyunk édestestvérek, és tartjuk a kapcsolatot. Általában az összes nagy szünetben összejövünk, és igen, meg az ünnepekkor, és most az is nagyon fontos, hogy a testvéreimnek a gyerekei, azok ismerjék egymást, tehát hogy most már ilyen unokatesó hálózat jön létre, és unokatesós nyaraltatás van. A pozitív történeteken keresztül látni, hogy milyen szoros kapcsolatok alakulhatnak ki testvérek között, ami az életüket és a jövőjüket is befolyásolja. De az, hogy ezeknek a találkozásoknak milyen jelentőségük van, azt csak akkor értettük meg igazán, amikor Farkas Rihár történetével találkoztunk, aki önkéntesként a horgászat örömével ismertette meg a fiatalokat. Mi az ön kapcsolata a horgászattal? Mit tud ez nekik adni? Ebben találtam meg a visszavonulást, tehát az elvonulást, a magammal való kapcsolatot, az élőlényekkel való bánásmódot, és akkor ezt próbáltam nekik átadni. Ugye ennek a tábornak az igazi specialitása az, hogy egymástól elszakított állami gondozásból lévő testvérek találkozhatnak egymással egy hétre. Ez a találkozás, ez mit jelentett számukra? Mit élhetnek meg? Biztos nagyon jó az a baj, én nem tudok ilyen tapasztalatot, mert nekem nem volt ilyen testvér találkozom. Tehát nekem is van nővérem, nem húgom van, akivel nem tartottuk sajnos a kapcsolatot. Nem is tudtam, hogy van húgom, tehát 18 évesen tudtam meg, hogy van egy húgom. Igazából úgy tudtam meg, hogy bementem ügyet intézni a Fehérváron a gyámügyre, és akkor ott közölték velem, hogy van egy húgom, hogy tudok-e róla. Mondtam, hogy nem, és ők nagyon készségesen segítettek, megadták a címet, és akkor így fel tudtam vele venni a kapcsolatot, és megismerkedtünk. Az első találkozás nagyon jó volt, de azóta, tehát mi, hogy nekünk nincs ilyen közös élményünk így gyerekkorból, nem olyan szoros a kapcsolat, nem tartjuk így, de azért tartjuk a kapcsolatot. A tábornak messzemenően több tartalma van, mint a nevelés, a játék, az aktív kikapcsolódás. Itt valójában azok a fontos kötelékek alakulnak ki a testvérek között, amelyeknek a jelentőségét igazán csak azért heti, aki számára a testvér jelenléte az életében nem számít természetes dolognak. A legnehezebb az az elválás egyébként, amikor itt potyognak a könnyek, és fogják egymás kezét. Igen, és ez is a cél, többségében ez sikerül. Ha ennyire nem is, de legalább ismerik egymást, tehát tudnak különböző tulajdonságokról, és hát az a célunk, hogy támogassuk a testvérkapcsolatokat. Vannak szerencsésebb gyerekek, akik olyan helyre születtek, ahol ez alap, a szülők. Ez egy természetes dolog.
mert az, annak kéne, hogy legyen. Itt pedig most már van, hát vannak mondjuk mozaik családok is a társadalomban, de nálunk itt ők egy szétválasztott gyerekek. Most vagy nem tudják, vagy nem akarják a szülők vállalni a gyerekeket, és ideglenesen vagy hosszabb ideig állami gondozottak, és az lenne jó, hogyha közelítenénk az általánoshoz. A táborban még csütörtökig élvezhetik egymás társaságát a testvérek, majd könnyes búcsút kell vegyenek egymástól, de az már biztos, hogy ezek a gyermekek a nagybetűs életben is ott lesznek egymásnak, hogy együtt küzdjenek meg az élet kihívásaival. Köszönöm szépen a figyelmet, jó estét kívánok, tartsanak velünk a következő műsorunkban is.